Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a tanulást a Zohár a ragyogás című könyvében, a Kabbala zsidó misztika alapkönyvében. És ott tartunk az első kötetben, a harmadik heti szakasz, Lechlecha heti szakasz vége felé, Tzadik Gimel Amud Alef, 93 per A oldalán. Előző héten szó volt arról, hogy Rabbi Abba és Rabbi Jákob mennek az úton, megérkeznek egy házban, így kér segítséget abban, hogy tudjon felkelni éjfélkor, mert nagy dolog hacottkor tanulni. Erre azt mondja a házigazda, hogy ő is fel is keltek, kezdtünk tanulni mindenféléről, és akkor beszéltünk arról, hogy milyen nagy dolog, hát ez lényeg olyan, mint egy áldozat jelent, mint egy áldozatnak számít az, hogy az ember a 8 napos fiát körülmetélteti, ez olyan, mint a feláldoznőt az Istennek. Aztán szó volt arról, hogy Jesaja proféta azt mondja, Amich kulam tzadikim, hogy az egész zsidó nép tzadik, Jámbor, kérdezi a Zohar, Jámbor-e mindenki? Erre azt mondja Jámbor, tzadik az, aki körül van metélve, ez a tzadiknak a szintje, és leolam jirsu árac, folytatja Jesaja, hogy osztályrész részük az árec a föld. És erre azt mondja a Zohár, hogy ez azt jelenti, hogy aki körül van metélve, akkor ő a malchut, a tizedik szféra, megvan neki, eléri ezt a szintet, a tizedik szféra. Ez körülbelül ilyen kis rövid összefoglaló, ami tanultunk az előző héten. Folytatja a Zohár, lényegében ilyen bizonyíték, hogy a körülmetélés a Brit Mila által akkor eléri az ember a Malchutat, a királyságot. Erre azt mondja a Zohár, ez abból is lehet látni, hogy az örökkévaló nem nevezte Ábrahámot, csak itt ez azt jelenti, amikor a körülmetélése után. Addigra Ábrahámnak nevezte. Mi a különbség az Ábrahám és az Ábrahám között? A különbség az, hogy az Ábrahámban van a hé betű. Erre azt mondja a Zohár, mert a hé betű az szimbolizálja a malchutat, a királyságot, és most, amikor Ábrahám körülmetéltette magát, akkor most már Ábrahám, mert a hé betű. Most miről van szó itt? Csak a lényeg, hogy ugye 10 szféra van.
Az Istennek a legszentebb neve az négy betűből áll, Jud, aztán egy hé, aztán egy váv, aztán még egy hé. Mit szimbolizál ez? A Júdnak a csücske az a keter, a korona, a Júd az a chokma, bölcsesség, a hé az első hé az a bina, értelem, a váv az ugye számértéke a vávnak az hat, az a hat szféra cheszedtől jeszodig, és az második hely az a malchut. Ezt mondja a Zohar itt, hogy Abrahamból lett Abraham, vagy inkább héberről Avramból lett Avraham, mert akkor, amikor a körülmetelés után, akkor már a cheszed a királyságnak a szintet is eléri, akkor Abraham is. Ezt kapcsolódik az, amit előbb tanultunk, hogy az, aki körül van metélve, akkor a cádiknak számít, és akkor eléri az árec, a földet, az a malchutnak a szintje. Mondja a Zohar tovább, és ezzel lehet érteni azt is, ami írva van a teremtés után, Bréisit könyvében, Mózes első könyvében 2:4, élettól datase májnva árec, ez az ég és a földnak a története, Böhibaram, amikor meglettek teremtve. Erre azt mondja Mitrás, Böhibaram, ez mint a két szó lenne, Behébraam, hogy meglettek teremtve a hé betűvel. Ami egyébként a Talmud máshol is mondja az, hogy a Júd és a hé, a Júd szimbolizálja a túlvilág, a hé szimbolizálja az e-világ. Kérdezi a Talmud, miért pont a hé szimbolizálja az e-világot? Erre azt mondja a Talmud, mert ebben a világban van lehetőség eltávolodni az Istentől. Ez azt jelenti, hogy lehet elsüllyedni, a hé az alatta nyitva van, de meg is lehet térni, vissza lehet térni az Istenhez, és ezért a hének a bal oldalon van még egy nyitás, még egy kapuja, ez azért van egy kapu, megadni a lehetőséget az embernek, hogy tudjon visszatérni. Szóval a hely szimbolizálja az e-világ, a Zohar szerint a hely szimbolizálja a Behébarám, hogy ez a világ lett teremtve a hé betűvel. Mondja az Zohar, egy másik helyen tanultunk azt, hogy Behibaram, ha megváltoztatjuk egy kicsit a betűknek a sorrendje, akkor az Beavraham. Beavraham, és akkor az a kérdés, akkor most melyik? A héjel teremtett az Isten a világot, vagy valahogy Avrahammal lett a világ teremtve? Erre az válaszol a Zohar, mert a valójában ugye Avrahamnak a szintje az a cheszed, a jóság. Akkor az a cheszed. Ha azt mondjuk, hogy a világ teremtve lett Avrahammal, ez azt jelenti, hogy a világ teremtve lett a cheszeddel, a jósággal, szeretettel. Pedig azt mondjuk, hogy a hé betűvel lett a világ teremtve, ez szimbolizálja a malhutat, a királyságot. Erre azt mondja a Zohar, de az nem ellenmondás, mert valójában mind a kettő megvan, mind a kettő megvan, mert cheszed is van a világban, és malchut királyság is van a világban. Most jön egy érdekes rész, azért érdekes, mert az emberek mindig kérdeznek, hogy mit szimbolizálnak a betűknek, egyes betűknek a különleges formai. És a Zohar pont ezt fogja magyarázni. Azt mondta Rabbi Jákov, Rabbi Abánnak, ugye, ha minden igaz, akkor Rabbi Jákov, ő a fia, Rabbi
Rabbi Jákob a fia Rabbi Ábának. Lényegében Rabbi Jákob azt mondta az apjának. Miért van az, hogy az a szó, hogy behibaram, hogy ez a világnak a története, amikor lettek teremtve, akkor behibaram, a hé betű, az egy kisebb méretű. Általában az egész tórában az összes betű az, aki ilyen, lehet mondani, közepes méretű. De hibaram, a hé betű, ez egy kis hely. Ugyanakkor a Dvarim könyvben, Mózes 5. könyvében, 32/6, akkor oda van írva, hála sem tigmelozót, tehát ezt az istenek fogtak ezt csinálni, ott pedig a hé, hála sem, az egy nagy hé. Akkor itt van egy kis hé, és ott van egy nagy hé. Mit jelent ez? Mi a különbség? Miért van egyik helyen egy kis hé, és egyik helyen egy nagy hé? Ezt kérdezte Rabbi Jákob az apjától, Rabbi Ábától. Erre azt válaszolt neki, Rabbi Ába, attól függ, hogy melyik helyről van szó. Mert, ugye előbb elmondtam, hogy az Istennek a neve a Jud hely és a Váv és az utolsó hely, az szimbolizálja, az Istennek a legszentebb nevében a szimbolizál mind a 10 szféra. De van az első hely és a második hely. Az első hely szimbolizálja a Bina, az értelemnek a szintje, az a második szféra, az utolsó hely az pedig szimbolizálja az alsó, a Malchut, a királyságnak a szintje. Erre azt mondta Rabbi Ába, ha hibarám az egy kis hely, a kis hely szimbolizálja a Malchutat, a királyságot. Miért királyság az kicsinek számít? Azért számít kicsinek, mert a Malchut, a királyság, ő mindent kap a felső szféráktól, ő átveszi a fényt a felső szféráktól, átveszi azt jelenti, mint a ő kicsi lenni, kisebb lenne, és neki adnak. Ezért, ha második helyről van szó, akkor az kicsi. Szemben ott Hallasem, ott a Dvarim könyvben, ott pedig az első helyről van szó, az pedig Bina, és Bina az pedig nagy Bina, az értelem, széles értelem, sőt, ebben benne van Chesedtől Hodig, 5 szféra benne van, minden szféra az 10-ből áll, 5x10 az 50, azt szerintem ezért az első hely az egy nagy hely, mert ez a binát szimbolizál, a második hely az egy kis hely, mert ez szimbolizálja a Malchotat, és ezért Mózes első könyvében a teremtéskor ott szó van, ott egy kis hely, mert ott a Malchotról van szó, a Mózes 5. könyvben szó van a Bináról, akkor egy nagy helyről van szó. Ez az első válasz itt, amit Rabbi Jákob mondott a fiának, hogy a kis hely az a Malchut, a királyság, a nagy hely az a Bina, az értelem, az a nagy hely. Mondja a Zohar, de van, aki egy kicsit másképpen magyarázza a kis hely és a nagy helyét. Hogy lényegében mind a kettő a Malchotat jelent, de a Malchot a királyságnak átvitt értelemben a több arca van. Amikor előbb is említettem azt, a Malchut átveszi a fényt a felső szféráktól. Amikor a felső szféráknak a fénye árad benne a Malchutban, akkor tökéletes, akkor az nagy, mert sok fény van benne. De van az az idő, amikor van olyan idő, amikor nem olyan sok fény van benne a Malchutban, akkor van lehetősége, hogy akár beszéltünk erről sokszor, ezt a motívum az egy visszatérő dolog, hogy amikor kevés a fény, akkor van hely a másik oldalnak, a szitra, áhrának, a sátani oldalra.
Ha pedig szó, lehet szó a másik oldal, akkor din, akkor a szigor előjön, akkor az egy kis hely, az egy összehúzás. Azt mondja a Zohar, figyelj, hogy a malchut, a királyság az változik, valamikor ilyen arca van olyan, és máskor olyan arca van, ezt abban is lehet látni, hogy felnézünk a holdra, mert a hold szimbol, a hold az a malchutnak a szintjét szimbolizálja, és látjuk, hogy a holdnak az arca, az, a holdnak a kinézete állandóan változik. Van, amikor egy teli hold van, amikor a zsidók tökéletesen teljesítik az Isten akarata, és valamikor nem annyi, valamikor hiányos a fénye a holdnak, és ez mindig lehet látni a holdon, mert szerintem a hold mutatja azt, de a malchut ez változik, és ezért van, amikor a malchut az nagy hely, valamikor a malchut az egy kis hely. És akkor lényegében nem kell azt mondani, hogy az első hely, a nagy hely az szimbolizálja a binát, hanem a nagy hely szimbolizálja, a malchutnak van sok fény van, és a kis hely szimbolizálja, a malchutnak kevés fény van. Mondja a Zohar, mind a két magyarázat a helyes. Abban a szempontból is helyes, mondanak itt a kommentátorok a Kardovari rabbi nevében, hogy lényegében, mert a malchut kapja a fényt a binától. Akkor lényegében, mikor beszélsz arról, hogy a bina, az értelem, az egy nagy hely, az eljut a malchutban is. De mondja az ad, mégis az a második magyarázata itt, hogy mind a kettő a malchutról van szó, és a malchutnak több arca van, az a jobbik magyarázat. Szóval ez, amikor azt látjuk, hogy egyik helyen van egy nagy hely, másik helyen egy kis hely, akkor itt két magyarázat van, hogy miért nagy hely és kis hely. Na, folytatja Rabbi Abba. Elvileg mind az, amit most mondjuk, hogy Rabbi Jákob kérdezte Rabbi Abbát, és Rabbi Abba mond, most egy újabb mondás lesz, ez mind azon az éjszakán, abban a faluban valami társa, azt hiszem, a társa a faluban voltak, és ott éjféltől ment a, és éjféltől ment a tanulás. Azt mondja Rabbi Abba, érdemesek Izrael, hogy az örökkévaló őket választott ki az összes nép közül, és megadta nekik ezt a micvát, a körülmetélés, ami egy jel a testünkben. Mondja a Zohar, nagyon érdekes, mert mindenkin, akinek megvan, minden férfinak, akinek megvan ez a jel, a szint körül van metélve, akkor nem fog a gehennemba kerülni. Erre azt mondja Kardavarra Rabbi, és ha vétkezik, akkor az örökké való majd elszámol veled, de a gehennem az zárva van előtte. De ennek van egy feltétele. Ha őrzi a körülmetélésnek a jelét, ahogy kell, vagyis nem viszi el, nagyon érdekes, hogy megvan, nem viszi el egy másik területre. Másik terület, ami azt jelenti, ha nem lesz neki tiltott kapcsolata egy nem zsidó lányal, ez azt jelenti, hogy nem viszi el a körülmetélésnek a jelét egy másik területre, akkor van az a gehennem zárva van előtte. Illetve nem hazudozik a király nevében. Mert akinek van itt ilyen jellegű tiltott kapcsolata, az lényegében meghazudatja az örökkévalónak a jelét. Mert mindenki, aki hazudozik a körülmetélésnek a jelével, az olyan, mint a hazudozik a királynak a nevében, ahogy írva van Hoséa könyvében 5/7, az van írva, bár sem bagádú,
árulók voltak az Isten, az Istenben, árultak árulók ők az Istenben. Miért? Mert idegen gyerekeket megszületik neki. Ami azt jelenti, hogy miben mutatkozik be, hogy az Isten elárultak, amikor idegen gyerekek születik nekik, ami az idegen gyerek azt jelenti, hogy a gyerek, ugye, ha nem zsidó az anyja, akkor a gyereknek nem lesz zsidó vallása, szerint akkor bizonyos szempontból azt lehet mondani, hogy idegen ő az apjához képest, az apja a Izraelhez tartozik, és a gyerek nem. De mindenki, aki vigyáz, és vigyáz a körülmetelésnek a jelére, ami az Istennek a jele, akkor el van zárva tőle a gehenna. Még egy dolog mondott Rabbi Abba, és ahogy mondtam, ez mind azon az éjszakán, ugye, mert éjszakától, mert pontosan éjféltől reggelig ott ültek és tanultak. Azt is mondta Rabbi Abba, abban az időben, amikor az ember azzal van elfoglalva, hogy a fiának a körülmetelésével, akkor az örökvaló összehívja az egész csapatját, azt jelenti az égi angyalakat, és azt mondja meg nekik, nézzetek csak, milyen különleges teremtményem, milyen különleges emberem van itt ebben a fizikai világban, hogy készen áll a fiát körülmetéltetni. Ebben az időben, mondja a Zohar, akkor Eliáú proféta jön, és repül a világban, és megérkezik arra a helyre, ahova meg lesz tartva a körülmetélés. Mit jelent az, hogy négy repülés? Erre a Zohar, az annak a kommentárjai, Kodováró, Moise Kodováró, Rabbi idézi a Zohart más helyen, hogy a négy repülés, a szimbolizálja az Istennek a legszentebb neve, ennek a négy szintje. Illetve nagyon érdekes dolgot idéz az egyik Zohar kommentár, megint a Zohártól egy másik helyen, és azt mondja, hogy az Écadát, a tiltott falnak a vétke, amit Ádám és Éva vétkeztek az Édenkertben, akkor négy szó van írva a vétkezés, ez vatikach, és vette, kezébe vette, vatohál is ette, vatitén, és odaadta, Éva odaadta Ádámnak a férjének, vatipakachna, és megnyíltak a szemét, és láttak a jót és a rosszat. Én mi a közös ebben a négy szóban, hogy mindegyike úgy kezdődik vati, vatikach, vatohál, vatiten, vatipakachna, vati. Vavtav. Most, ha ehhez jön a mem betű, és mondja a Zohar, a mem az a világnak a formája, úgy gondolom, a világnak a formája, a világnak van négy oldala, akkor a mem betű teszünk a vavtav előtt, mit kapunk meg? Mavet, halál. Ezért volt a büntetés a tiltott falnak az evésre, a büntetés az volt a mávat, hogy az embernek meg kell halnia. Mindenképpen ez valahogy ez a négy oldala, és akkor Eliáú proféta az, amikor ide repül négy repüléssel, akkor valahogy áldást hoz, és rendezi a nagy vétket. Szóval mi folytatjuk a Zohárt, amikor az örökvaló először bejelenti az angyalaknak, hogy nézzetek csak,
milyen különleges ember van itt, aki körülmetélni fogja a fiát, csak Eliyahu próféta gyorsan ide repülne egy repüléssel, és ott jelen van a körülmetéléskor is. Ezért azt tanultunk, az van írva, hogy az embernek el kell készítenie egy külön széket Eliyahu proféta tiszteletére. Ha megjelennék egy ilyen különleges vendég, mint Eliyahu proféta, akkor illik az ő tiszteletére tenni egy széket. De mondja azon, nem elég oda készíteni a széket, hanem még mondani is kell szavakkal. Ze da karszed Eliyahu, arami nyelven, vagy héberó, ze a kiszesel Eliyahu. Azt mondani kell, mert ha nem mondja, akkor Eliyahu, az nem kapcsolódik Eliyahuhoz. Erre a mondja a kardavaró rabbi, mivel Eliyahu most itt spirituálisan jelenik meg, azt jelenti, nem emberi testben, a szék, ez pedig itt fizikai szék, azt akarunk, hogy a spirituális a kapcsolódjon a fizikaihoz, akkor csak akarra összekötünk a szavakat. Aztán Eliyahu jelen van, és utána visszamegy az Istenhez, és tanúskodik, hogy megtörtént ennél és ennél a gyereknél a körülmetélése. Mindjárt, hogy folytatni fogja az, hogy mi a jelentősége annak, hogy Eliyahu tanúskodik. De mindenképpen álljunk meg most egy másodpercre, hogy készíteni kell egy széket Eliyahu profétának. És ki is kell mondani szavakkal, ez a Eliyahunak a szék. És tényleg minden Brissen, ahol egy kompetens Mohel jelen vannak, azt fogunk hallani, hogy mondja, Zelkizis Eliyahu, akkor a több is, ja, azt fogja vizsgálni Hashem. És szó szerint mondja, ez Eliyahunak a széke, mert az orr azt mondja, ezt mondani kell szavakban. Mit mond a Zohar itt? Az orr azt mondja, külön széket, egy másik széket kell készíteni Eliyahu profétának, ami azt jelenti, nem ugyanaz nem azon a széken, ahol a szándák ül, a szándék az az, aki tartja az ölében a csecsemőt, nem az Eliyahunak a széke, hanem egy külön, egy másik széket kell készíteni mellette. Most írtam egyszer, amikor az egyik unokám született, írtam egy kis írást, ez található a Rabbi Válasz a negyedik kötetben, hogy különböző szokások vannak. Van az a szokás, hogy egy szék van, ezt nevezünk Eliyahunak a széke, és itt ül a szándák. Először ez Eliyahunak a széke, aztán a szándák oda ül. A másik szokás az, ami szó szerint, ez az, amit a Zohar ide van, amit a Zohar ír szó szerinti fordításban, hogy egy külön szék, két külön szék van, az egy szék az Eliyahunak a széke, a másik szék a szándák. És a harmadik szokás az, hogy inkább egy ilyen hosszúkás szék, ami ilyen két ülés van a széknek, és az egyikben ül a szandák, és a másik ülés az üres marad, az pedig a Eliyahunak a széke. Ezek a különböző szokások. Az a szék, amit mi használunk itt Budapesten, az egy nagy szék, egy üléssel. Úgy tűnik, hogy ez az, ami inkább elterjedt a Chabadban. No, folytatja a Zohar. Mi a jelentősége ennek, hogy Eliyahu jön tanúskodni az Istennek, hogy ennek és ennek a gyereknek megtörtént a körülmetélése. Ki tanúskodik az Istennek, hogy én ma reggel tfilint raktam, és imádkoztam, és kósert ettem, és áldást mondtam. Természetesen nem kell tanúskodni, az Isten mindent lát, és mindent tud, nem kell tanúskodni. Akkor felmerül a kérdés, miért pont a körülmetéléskor szükség van, hogy a tanúskodásra. Erre azt mondja,
a zoar. Nézd csak is, gyere és nézd csak. Az elején, szintén gondolom régen, az van írva, amikor elé, ez pedig 1 királyok 19. fejezet 9 és 10, erre az van írva, vagy Jabosom Elamára, Eliáú elmenekült a barlangban, vagy Jalensam is ott éjszaka ott aludt. És akkor az örökkévaló szava, vagy nézd bár a semmi, az örökkévaló szava volt hozzá, vagy jó, Merlo is azt mondta neki, Málaha po Eliáú, mit keresel itt Eliáú? Miért vagy te itt a barlangban? És erre mi van írva, mit válasz Eliáú, vagy jó, mert is azt válasz Eliáú, Kanoki néti Lashem elökeit szvaot, én búzgolottam az Istennek, a hadsereg úra. Ki folytatja a Zohar, folytatja a Eliáú, ki az vubrit háb né Izrael, mert Izrael elhagyta a te szövetségedet. Ed mitzbohot echa rasszú, tönkretették az oltároit, mert nevi echa hargúba hárev, és a profétait mind megölte karddal. Vaiva tera nileva di, én pedig egyedül maradtam, vevak suetnav silekást, és engem is akarnak megölni, ezért vagyok én itt. Mindenképpen mit mond Eliáú az örökkévalónak? Nagyon erősen, nagyon kemény szavakat szól, de mószerrel elárulja a zsidókat, nézd, a zsidók elhagytak az Isten szövetségét. Erre azt mondta neki az örökkévaló, figyelj, de rosszat beszéltél a Izrael fiairól, esküzem, vagy megígérem neked, hogy mindenhol, ahol meg fog történni a körülmetélés, hogy szó szerint mindenhol, ahol a szent pecsétet fog rákerülni a Izrael fiai testén, a körülmet is meg fog történni, akkor te ott leszel. Azért minden egyes körülmetelésen te ott leszel, és az a száj, ami tanúskodott, és rosszat mondott, hogy a zsidók elhagyták a szövetséget, az a száj fog mondani nekem, hogy teljesítik. Lényegében ez volt Eliáúnak a büntetése, rosszat mondott Izrael fiáról, és pont azt mondta, hogy elhagytak a szövetséget, akkor a büntetése az, hogy nem a lényeg a büntetése, hogy tudja jóvá tenni, az a tudja jóvá tenni, hogy ő mindig eljön, és látja, hogy megtartják a szövetséget, megtartják a körülmetést, és jön és mondja az örökkévalónak, hogy ez megtörtént. És ahogy tanultunk, hogy a Midrash mondja, miért lett Eliáú megbüntetve, mert Lashon Hará pletykázott, rossz nyelvet, rosszat mondott a Izrael fiáról, és akkor jóvá kell tennie, azért állandóan meséljen az Istennek jókat a zsidóknak, ez egy jelen van minden egyes briszen. Csak érdekes dolgot mondok, hogy én emlékszem, gyerekkoromban, de nem csak gyerekkoromban, a fiatal koromban, ott a brooklyni Williamsburgban volt egy valaki, aki valahogy minden egyes brissen, körülmetes ott a környéken volt, és ott volt elég sok brissz, mindig jelen volt. Azt jelenti, ő mindig tudta, hogy 9 órakor itt van egy brissz, fél 10-kor ott van egy brissz, és mindig odaérkezett. Szoktak mondani, hogy brissz elhúzódott, mert ma is még nem érkezett meg, ő Eliáú proféta. Jó, ez csak ilyen, egy kis ilyen kedves vicc volt. Mindenképpen szeretném itt idézni egy midrást, amit a Karlini Rebbe Rabbi Shlomo idézte. Azt mondja a midrás, amikor az örökkévaló azt mondta Eliáúnak, hogy jelen kell lennie minden egyes brissen, ami történik a zsidó közül, azt mondta Eliáú, Isten, te nagyon jól tudod, hogy én egy ilyen buzgoló vagyok, és én nem tudok tűrni, amikor amikor
az ember vétkezik. Ezért mi lesz akkor, ha olyan brissen fogok én eljönni, ahol a csecsemőnek az apja egy vétkes ember? Hát hogy fogok én ezt kibírni? Azt mondja neki az örökkévaló, ne aggódj, megígérem neked, hogy a csecsemőnek az apja egy vétkes ember, csinálja a briszt a te kedvedért, azért, hogy te tudjál ott lenni, akkor meg van bocsátva neki. És akkor már nem, mintha nem lenne már vétkes. Mondja le ott, és mi lesz, ha Mohel, aki végzi a briszt, ő lesz a vétkes ember. Hogyan fogom én bírni? Azt mondja neki az örök való a kedvedért, őnek is fogom megbocsátani minden vétke. Mondja le ott tovább, és mi lesz a közösségben, férfiak, vagy nők, vagy akárki ott vétkes lesz, hogy fogom ezt én kibírni? Mondja neki az örökkévaló, ne aggódj, kedvedért mindenkinek fogom megbocsátani, minden egyes brissen. Mivel neked kell ott lenned, és te nem tűröd el a vétkes embert, nem lesz a vétkes ember, mindenki le van nullázva, le van nullázva. Ez egy nagyon különleges dolog, ami az mondja nekünk, hogy milyen fontos dolog jelen lenni egy brisszen, mert akkor minden vétkünk megvan bocsátva. Illetve egyébként azt is szoktak mondani, hogy amikor történik a brisz, akkor az égi kapuk nyitva vannak, mert az örökkévaló annyira, ha lehet ezt a szót használni, meg van hatódva, hogy az ember a 8 napos csecsemőnek a körülmetelése történik, hogy minden kívánságot akar teljesíti az is. Erre szoktak mondani, aki jelen van a briszen, akkor amikor a brisz történik, akkor az ember imádkozzon fontos dolgokért. Láttam, hogy Miriam felteszi a kérdést, lehetett valóban Eliáó proféta volt? Először nem tudom, hogy volt szerintem, és nagyon remélem, hogy még él. Maximum egy 20 évvel idősebb volt nálam, egy kevésebb, szóval simán élhet még. Nem, Eliáó proféta nem volt. Neki nagyon fontos volt menni a briszre. Mondom, még ha már visszatérve ez, én emlékszem, hogy a Mendel fiamnak a brisze, nem volt zsinagóga, mivel Sábez volt, akkor otthon volt a brisz, és lényegében nem volt itt bemondva, kihirdetve, mert az otthoni brisz az nem annyira ki van hirdetve. Egyszer csak körülnézek, jó, voltak ott a legközelebbi rokkanak, és egyszer csak láttam őt, mondom, hopp, minden briszről tud, hogy tudta, hogy az Oberlanderéknél ott van, ott lesz egy brisz. Sábezkor is meg is jelent. Na, folytatjuk. Eliáónak a feladat, természetesen hogyan tud Eliáó lenni egyszerre Budapesten is, Párizsban is, és Jeruzsálemben is, New Yorkban is, Kaliforniában is, és még Moszkvában. Természetesen, ahogy mondtam, Eliáó nem jelenik meg itt testben, hanem lélekben, és a lélek az hely és idő fölött van, és ezért egyszerre tud lenni itt is, ott is, gyorsan tud repülni. Folytatjuk. Így egész éjjel ott tanultak Reb Ábba és a többiek ott tanultak, hogy mondtam, hát ott éjféltől reggelig. Közben folytatja a Zoár, hát feljött a nap, világos lett. És ők mindig tanulnak. És egyszer csak Rabbi Ábba és Rabbi Jákob felálltak, azt mondta, ó, mi szeretnénk indulni. Ugye ők csak ott maradtak éjszakára, mert éjszakára meg kellett állni. De most már szeretne indulni. Felmerül a kérdés, hogy mi van a reggeli imával. Hát indultak volna el reggeli ima előtt. Lehet, hogy nem szó szerint, hogy tanulás közben felállt és akart indulni, hanem tanulás után imádkozott és utána akart volna indulni. Erre azt mondja neki a házigazda, képzeld el, hogy az,
amiről tanultunk, az be fog teljesülni. Ami azt jelenti, hogy amikor a nagy szádikak tanulnak valamiről, az megvalósul. Miről tanultak? Körülmetelésről. Ez meg fog valósulni, lesz egy körülmetelés, lesz egy brisz itt. Azt mondták neki, miről van szó? Azt mondta nekik, hogy holnap fogtak látni Eliáó proféta a brisznak az emberét. Mert a feleségem nagyon kér, hogy maradjátok nálunk a házunkban holnapig, mert holnap lesz a brisz, vagyis akkor lesz a 8. nap, és a fiamnak a körülmetélése lesz holnap. Erre azt mondja Rabbi Abba, érdekes dolog, hogy a felesége nevében kérte, lehet, hogy egy kicsit ilyen szerén volt az illető, annak el az illető volt az, aki egész éjjel tanult, igen, még az van írva, ugye azt tanultunk, amíg éjfélkor Rabbi Abba kelt, akkor már hallotta, hogy a házigazda a két fiával már tanul, egy különleges ember volt, de lehet, hogy szerén volt is gondolt, hát inkább a kismama érdekében fognak itt maradni. És akkor kérte, hogy maradjanak itt, erre azt mondja Rabbi Abba, hát ez egy micvaról kérsz, és először egy micvara kérsz, illetve lássuk itt a shinát, hogy egy körülmetes, ez nagyon különleges dolog, és akkor természetesen itt fogunk maradni a brisz utánig. Érdekes dolog, hogy a szokás az, hogy egy briszre nem szoktak meghívni egy briszre, csak szoktak kihirdetni, bemondani, ekkor is ekkor lesz a brisz, holnap reggel 8-kor, holnap délelőtt 10 órakor lesz a brisz, de nem szoktak meghívni, mert ha meghívnak, akkor mindenképpen már ott kell maradni, mert egy körülmetelesen jelen lenni, ez egy nagyon különleges dolog, és ha az ember kap egy meghívás, egy briszre, akkor nem illik azt elutasítani. Jó, talán tényleg erről van szó, azt mondta Rabbi Abba, hogy kaptam egy meghívást, egy ilyen különleges dologról, akkor biztos, hogy itt fogok maradni. Szóval, folytatja a Zohar, ott maradtak egész napon, azt jelenti ez a brisz előtti napon ott maradtak, azon az éjjelen, akkor az illető, a házigazda összegyűjtette az összes barátjait, és egész éjjel ott ültek, és Tórát tanultak, és nem volt senki, aki aludt. És erre azt mondta a házigazda, kérem titeket, mondja mindenki, aki jelen van, valami új dolog a Tórában, valami új magyarázatot. Azt mondja, mind a csecsemő érdemében, hogy az ő érdemében mondtak új tórai gondolatok, az egy nagyon különleges dolog. De mindenképpen említve van itt az a szokás, hogy egész éjjel ébren maradtak. Itt már nincs szó arról, hogy éjféltől, mert éjfél az nagyon különleges idő, hanem mivel ez a körülmetélés előtti éjszaka, akkor egész éjjel ébren maradni. Mi ennek a szakásnak az alapja? Erre az van írva, hogy a sátán mindent megtenne annak érdekében, hogy a körülmetélésnek a micvája ne jöjjön létre. Ahogy mondtuk, hogy milyen különleges dolog ez, ahogy egy csecsemő 8 napos korában be fog lépni Ábrahám szövetségében, a sátán minden megtenni, hogy ne történjen meg. És ezért egész éjjel tanulunk, lényegében ez is a tóra, az lényegében őrzi, az a sok tóra tanulás, ami történik abban a szobában, az őrzi a csecsemőt. Írva van, ugye a Zohar alapján, szóval azt mondja, egész éjjel nem volt senki, aki aludt volna, azt van írva, de ezek szerint a Zohar szerint folyamatosan kell tanulni egész éjjel megállás nélkül, de írva van, hogy a legfontosabb része az
sötétéstől éjfélig. Talán ez az kapcsolódik, hogy mondtuk, hogy akkor van, amikor a szigor van, és éjféltől már megváltozik az. De így azt van írva, hogy jobb, ha legalább 10, hogy legalább 10, hogy 10 legyenek jelen, vagy legalább 2. Miért 2? Mert az egyik el fog aludni, akkor a másik fogja ébreszteni. Az a kérdés, hogy mi van akkor, ha péntek este, péntek esteről van szó, vagyis szombattan lesz a brisz, akkor Sábeszkor is kell őr. Mindig ez volt az én kérdésem is, mert a Mendel fiamnak a brisze a Sábeszkor volt, Sábeszkor született, ilyen korán reggel, azt hiszem én 5, talán 5:30-6-kor, ha jól emlékszem, és akkor a következő Sábeszkor volt a brisz, mert azt mondtak nekem, hogy a Zalman Shimon Dvorkin, szóval Dvorkin rabbi, ő a Lubavitchi rabbi volt Crown Heights-ban, New Yorkban, és ő azt mondta, hogy az elfogadott szokás az, a Sábeszkor nem kell őrizni a gyereket, mert a Sábesz az a legjobb őr, és akkor nem kell ébren maradni egész éjjel. Van-e történet, amit a Zulai rabbi, a Hida idézi, egy bizonyos rabbi Cemach Czarfátitól, hogy egyszer nagyon-nagyon-nagyon beteg volt, ami 2 éven keresztül nagyon-nagyon beteg volt, és amikor meggyógyult, azt mondta, hogy eljött hozzá Eliáó prófét, és azt mondta, hogy a vállalni fogja, hogy minden egyes brisszen, ami itt lesz ebben a városban, ő előző éjjel oda fog menni tanulni, akkor meg fog gyógyulni. És tényleg ezt csinálta mindig, amikor volt a városban egy brissz, akkor ő oda ment, és egész éjjel tanult. A kérdés, mit tanuljanak? Erre különböző rendszerek vannak. Ha egyszerű emberekről van szó, akkor tanuljanak csak Tórát, Bibliát. A magasabb szinten vannak, akkor tanuljanak még Misnát is, és Zoárt is, és illetve más dolgokat, és az is a szokás, hogy előző este jönnek kisgyerekek, iskolás gyerekek, és mondanak Smát, és más ilyen áldásos versek a Tórából, és kapnak érte ilyen cukorkát, vagy ilyesmi. És a másik dolog szokás az, hogy még gyertyát is gyújtanak. Sőt, ez az éjjel, mivel tanulni kell egész éjjel, akkor ez az elterjedt neve, jiddissel az Wachnacht. Wach azt jelenti ébren lenni. Wachnacht azon az éjszaka, amikor ébren kell lenni. Én nem ismerem azt a szokást, hogy tényleg, hogy 10 lennének ébren egész éjjel. Van olyasmi, hogy az elején tanulnak egy kicsit, utána már mindenki megy aludni, és csak a csecsemőnek az apja az, aki ébren marad. A Shulchan Aruch idézi még azt a szokást is, hogy a Wachnach, azt jelenti a brisz előtti éjszakán egy nagy lakomat is rendeznek. Mi a lokom annak a lényege? A lényege az, hogy szeretnénk mutatni, ez a körülmetésnek a tiszteletére, szeretnénk mutatni, hogy ez milyen különleges nagy öröm nekünk, hogy holnap lesz a brisz, és ezért előző éjjel van egy lakoma, az a Wachnacht, kezdődik egy lakomával. A folytatása, mit érted, hogy amit a Zalmat fog folytatni, hogy a házigazda kérdez, mindenki mondjon valami magyarázatot, és akkor különböző magyarázatok mondták a körülmetelésről, a szokás, egyik szokás legalább, hogy a Wachnachton, amikor tanulnak, akkor ezt a részt fognak tanulnak a Zohárból. Jó, ezt fogunk folytatni a jövő héten. Ma este lesz ez lesz a Rabbi Shimon bar Yochai-nak a jarcájtja, Rabbi Shimon bar Yochai-nak a halálozási évfordulója, az ma este van, ezért Miromban nagy az ünnepség,
amikor felmennek az ő sírjához, és ő pedig az zarnak a szerzője. Itt nálunk Budapesten is lesz egy ünnepség, tábortűz ma este, valahol, azt hiszem, valahol Budán. Holnap pedig délután, vagy este felé 18 órakor, 6-kor lesz a Vasvári zsinagóga udvarában egy tábortűz. Mindenkit szeretettel várok. Én is megyek most, indulok most a tábortűzhez, a budapestihez. Szóval ma este az egy ilyen ünnepnapnak számít, szünetel a Ómernek a gyászszokásai szünetelnek, lehet házasodni, lehet hajat vágni, esküvőt tartani, stb. Köszönöm a figyelmet, majd folytatjuk jövő héten a Zohárt. Holnap este nem lesz itt óra, és akkor legközelebb Isten segítségével szerdán fogunk itt találkozni. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!